Különleges erdélyi recept alapján készült halászlét hoztak Kölesre a székelyudvarhelyi Rotary Klub tagjai. A bográcsba a filézett ponthús mellé sárgarépa, felkockázott fehér paprika, petrezselyem gyökér és paradicsom is bőséggel került. Nálunk felé azt szokták mondani, hogy Székely bácsi mesélte, hogy tavaly olyan szálasság volt, olyan szegénység volt, hogy még a halat is megettük. Úgyhogy nálunk felé a halat, sütve azt a keveset, és ennyi. Nem csak az erdélyi hallének, az ottani pálinkának is nagy sikere volt a Rotary Klubok családi napján. A programot a karitatív szervezet szekszárdi tagjai szervezték. Ez volt az első alkalom, hogy a járvány kitörése óta végre személyesen találkozhattak a hazai és a külhoni rotarisok. Több országból, tehát mit tudom, Erdélyből, illetve mit tudom, Zentából, Szerbiából, oké, zentaiak is kapcsolódtak ehhez a dologhoz, több előadást is tartottak. Eljöttek hozzánk, meglátogattak bennünket, illetve egy országos programot, családi napot szerveztünk, és az ország minden részéről megjelentek rotaris barátaink. A járvány és a miatt elrendelt korlátozások a jótékonysági akcióiról ismert rotari klubok működését is megnehezítette. Nem csak mert nem tudtak a tagok személyesen egyeztetni, hanem mert az adományozók száma is csökkent. Ezt mondja a Rotary Magyarország kormányzója. Volt egy csomó olyan eset, amikor a csatornák is beszűkültek, tehát azok az adományozó csatornák, amiket mi évről évre kiépítettünk szépen óvatosan, azoknak egy része sajnos besült, úgyhogy ez egy ilyen dolog volt, most remélem, hogy majd újraindul. Mi azon vagyunk, hogy újrainduljon nyilván. Magyarországon egyébként 54 Rotary Klub működik jelenleg, de a számuk hamarosan nőhet, ugyanis idén már 3 településről is jelezték, hogy csatlakoznának a jótékonysági szervezethez.